Bár még reméljük, hogy sok sportsiker és élmény vár majd ránk még a nyáron, de a nyári időszak talán a leglátványosabb rendezvénye. A Helyükeresztúri vízfelületen lebonyolított expert FPS vitorlás versenyt már magunk mögött tudjuk. A kalóz és finn hajóosztály számára kiírt viadalon az elmúlt esztendők talán a legerősebb mezőnye gyűlt össze, ugyanis 2023-ban a Balaton ad otthont a kalóz Európa-bajnokságnak. Így sok páros számára egy kiemelt felkészülési versennyé változott a Helyükeresztúri erőpróba. Pillanatkép a parton még a rajt előtt, a résztvevők a vízre szállás előtti kötelező ellenőrzéseket végzik. A komoly tradíciókkal bíró legnagyobb kelet-magyarországi verseny már 6. éve az Expert FPS vitorlás verseny nevet viseli, de most regisztrálhatták a szervezők a legnagyobb mezőnyt, hiszen a hazai rendezésű kalóz Európa bajnokság előtt mindenkinek fontosak a verseny körülmények között teljesített órák. Így volt ezzel az Európa-bajnokságon induló egyik miskolci páros, a Nyeste-Berki dúó is. Ez az év abban különleges, hogy szeptember közepén Európa-bajnokság lesz a kalóz hajóosztályban, és az indulás az limitált, és ranglista versenyeken keresztül vezet az út arra, hogy valaki kvalifikálja magát. Idén tavasszal az egyik verseny elmaradt szél miatt, vagy szélhiány miatt. Ennek megfelelően most elég sokan eljöttek, mert próbálják gyűjtögetni a pontokat, mert már csak 3 verseny van hátra az EB válogatóig, és hát ugye be kell kerülni abba a 25-ös kontingensbe, aki akar indulni, és már 10 hely eleve foglalt, és a maradék 15-ért meg küzdünk mind lelkesen. A felkészülésünk nem volt azért tökéletes, tavaly a szezon nagy részét ki kellett hagynunk egy tér probléma miatt, de idén már elkezdtük a munkát, úgyhogy voltunk lent Szlovéniába edzőtáborozni 4 napot, utána pedig voltunk már 2 ranglista verseny, a Basson is az egyik elmaradt, úgyhogy bízunk benne, hogy most viszont a szél majd segít minket, ami egyelőre ugyan még nem fúj, de hát bízunk benne, mert az erőjelzés szerint délutánra lesz. És hát bízunk benne, hogy a cél mindig a dobogó, de hogyha akkor se sírunk, mert olyan erős mezőny gyűlt most össze, hogyha az első adba bekerülünk, mert azzal már jó pontokat lehet szerezni. Továbbra is ugyanazzal a csapattal dolgozunk együtt, a Berki Győzővel, úgyhogy bízunk benne, hogy az a hosszú évek rutinja, amit így együtt összeszedegettünk, azért az meg kisegít minket, és összejön a cél, hogy az EB-re ott tudjunk, hogy EB-n el tudjunk indulni. A hazai víz az mindig egyfajta segítség, bár a helyszín az ugye alapvetően a csopak a központja, de gyakorlatilag a csopak is a füled előtti vizeken fogunk vitorlázni, azért itt az elmúlt évtizedekben rengeteg verseny volt. Az egy érdekes kihívás lesz egy szeptember közepén, tehát szeptember közepén a Füred környéken eddig nekünk nem nagyon volt versenyünk, ez a kihívás lesz. Az biztos, hogy már közel 20 hajó nevezett, látjuk, hogy a Regnáló Európa bajnok, a német bajnok, a német harmadik már nevezett, úgyhogy tudjuk, hogy ők jönnek. Azt is tudjuk, hogy aki múlt 2 hete megnyert a Svájc, vagy a Svájc egység, hogy megnyert az osztrák bajnokságot 2 hete, ő is ott lesz, úgyhogy az első 10 az tényleg nagyon kemény. Viszont van nálunk is 3-4 olyan hajóegység, aki szerintem a 10-be, de akár még előrébb is oda tud érni. Ugye tavaly egy nyílt magyar bajnokság volt, ugyanezen a vízterületen, akkor is itt volt jó néhány erős német egység, és a legjobb magyar hajó azt hiszem összetettben a 3. vagy 4. tudott lenni, úgyhogy azért van egy-két olyan egységünk, aki akár az első 6-ba is oda tud érni, de nagyon kemény lesz, az biztos. Természetesen itt volt és vízre szállt Fluk Benedek és Székely Gyökösi Szabolcs dúója is. Számukra is egyértelmű volt, hogy az Expert FPS vitorlás verseny lesz az Európa-bajnokság előtti főpróba. Ez egy nagyon fontos verseny mindenki számára, mert az idei Európa-bajnokságra ez egy válogató verseny, úgyhogy reméljük, hogy lesz megfelelő körülmény ahhoz, hogy versenyezzünk, mert bármi régóta kalózozunk, de egyelőre még nem vagyunk benne a válogatott keretben, mert tavaly egy kicsit keveset indultunk, illetve hoztunk az MVM Sport Egyesületből 3 ifi párost is, akik szintén szeretnének elindulni az Európa-bajnokságon, és itt próbálják a kvalifikációt megszerezni, vagy hozzájárulni a kvalifikációhoz. Itt az a célunk, hogy mi is a válogatottnak a tagjai lehessünk, és hogy az Európa-bajnokságon aztán jól szerepeljünk, és ott lehessünk. Én azért biztos vagyok benne, hogy ez sikerülni fog. Itt általában azért jó versenyek szoktak lenni, és így jól lehet összemérni a tudásunkat. Egyébként meg egy gyakorlás is számunkra. Mi másik hajóosztályban is vitorlázunk, úgyhogy idén sajnos még nem volt lehetőség, hogy kalózzal induljunk. Úgyhogy ez lesz az első kalózos versenyünk ebbe
az évadba. Én azt láttam az előrejelzésben, hogy azért lesz egy kellemes vitorlázásra alkalmas szél, legalábbis ma biztosan, és hát én egyébként nemzetközi versenyrendező is vagyok, és hát bízom benne, hogy az itt levő csapat nagyon jól ki tudja majd használni az adottságokat és a szélviszonyokat, úgyhogy én arra számítok, hogy tényleg majd 3-4 futamot tudunk vitorlázni. A 12-szeres magyar bajnok versenyző a sportági verseny rendezőjeként ott volt a legutóbbi olimpián, és a tervek szerint ott lesz a következő ötkarikás játékokon is. Szerencsésen kijutottam a tokiói olimpiára, és hát az a tervem, hogy a párizsi olimpián is versenyrendezőként valamilyen formában majd részt vegyek. Ennek az egyik feltétele, hogy nyáron lesz Hágába a kvalifikációs világbajnokság, és oda már meghívott a Nemzetközi Vitorlás Szövetség rendezőnek. Hogyha én ott jól szerepelek, akkor nagy eséllyel beválogatnak a következő olimpiai rendezőcsapatba is, és akkor ott tudok én is lenni. A versenyrendezés az egy elég összetett dolog, tehát ugye a szélviszonyok állandóan változnak, és hát vannak, minden osztálynak vannak elvárásai, hogy milyen hosszú időben milyen hosszú pályát rakjanak neki, illetve a szélváltozásokhoz kell változtatni a pálya hosszat, a pályának, a bójáknak az elhelyezését, és tulajdonképpen ez az egyik legnagyobb feladat, hogy ezt profi módon és a legnagyobb leginkább úgy rendezni, hogy egyenlő esélyeket biztosítson minden résztvevő számára. Mert ez egy szolgáltatás, ugye emberek, különösen az olimpián ugye éveket, akár évtizedeket dolgoznak azon, hogy oda jussanak, és hogy dobogósok vagy akár elsők legyenek. Úgyhogy itt különösen nagy a nyomás azon, hogy egy nagyon jó és profi versenyt rendezzen az ember, de ugyanezt próbáltuk meghonosítani Magyarországon is, hogy minden verseny az itt levő sportolóknak egy fair és egyenlő esélyeket biztosító esemény legyen. Összeállításunkban már többször elhangzott a közelgő balatoni Európa-bajnokság. A kontinens viadal főszervezője is ott volt, és vízre tette hajóját a Hajókeresztúri viadalon. Ez a verseny, ez felértékelődött most az idei évben, ugyanis az EB-re egy kvalifikációs versenysorozatot hirdettünk meg, ami eredetileg 5 versenyből és a magyar bajnokságból állt, de mindjárt az első verseny szélhiányában elmaradt. Ezért aztán a maradék versenyek, amik most már csak 4 verseny és a bajnokság, értelemszerűen fontosabbá váltak. Különösképpen, hogy a legutolsó versenyen egy kicsit kevesebb volt a szél, mint szerettük volna, ezért összesen csak 3 futamot tudtunk 3 nap alatt futni a Tiszatavon, és ezért az nem teljes értékű kvalifikációs verseny a mi szempontunkból, annak a pontszáma ennek megfelelően alacsonyabb lesz. Ezért a mostani nagyon fontos, hogy jól sikerüljön, főleg azoknak, mint például az előttem szóló Flug Bencének, akinek ez az első versenye az évben, és nehéz lesz magát kvalifikálni, bár bízunk az ő tudásában és tapasztalatában. A kvalifikációs rendszer egyébként úgy van, hogy 10 hajó már tavaly kvalifikált a tavalyi évi ranglistán, további 10 hajó ezen a bizonyos 5 versenyen, és a maradék vélhetően 7-8 hajó pedig a magyar bajnokságon fog kvalifikálni. Tehát Bencének is még 2 lehetősége van arra, hogy bejusson a csapatba, tehát nyilvánvalóan be fog jutni, hiszen az egyik legtapasztaltabb és legjobb versenyzője a Kalóz osztálynak. Akik már a csapat tagjai, azok inkább a szorgalmasak, mert ők azok, akik a tavalyi év összes versenyén indultak, és ezért a ranglistán elől szerepeltek, és vannak a tehetségesek, akik ugye mindig egy kicsit kevésbé fegyelmezettek, és ezért nem minden versenyen indulnak el, nincsenek, mindig ott más versenyhajóosztályokban is indulnak, ezért aztán ők mindig az utolsó pillanatban érnek oda, de az biztos, hogy a szorgalmasakat valószínűleg jó alaposan el fogják agyabugyálni a végén. Picit szokatlan késő nyári időpontban, szeptemberben rendezik meg a Balatonon, tehát a Kalóz Európa-bajnokságot.
Változnak ekkora már a szélviszonyok ahhoz képest, hogyha hamarabb lett volna a nyári hónapokban a verseny? Ha hihetnénk abban, hogy a Balaton azt a formáját hozza, amit az elmúlt években is szokott hozni, de sajnos ez már nem így van az utóbbi időben, akkor elmondhatjuk azt, hogy szeptember az általában szélben gazdagabb. Ugye már egy kicsit lehűl az idő, egy kicsit már más a víz és a part hőmérsékleti viszonyainak a hatása, és ezért a tapasztalat az, a hosszú évtizedekre visszamenő tapasztalat az, hogy szeptemberben jobb esélyünk van jó szeles versenyeket futni, mint augusztusban. Sajnos az utóbbi években ez a papírforma kezd felborulni, sajnos, tényleg. Elmúltak azok a biztos hatások, amik annak idején voltak. Például, hogyha északról bejött egy vihar, az 3 napig tartott, ez már nincs most a Balatonon. Tehát átmeneti állapotban vagyunk, meglátjuk, hogy mi lesz szeptemberben. A vitorlás verseny egyik névadó támogatójaként és az Európa-bajnoki szereplésre is esélyes páros tagjaként Szentpéteri Zsolttal indulva vízre szállt Hajdú László is. 6. éve született meg az a gondolat négyünk fejében, hogy rendezünk egy olyan kelet-magyarországi versenyt, ahol a kishajós többféle hajóosztály van, de talán a legnépszerűbbeket, a kalózt és a fint említve, tehát a kishajós hajóosztályokat ide csábítsuk. És itt beszélek technikáról is és emberi képességekről is egyben. Itt azért a versenytechnikában az abszolút top kategória van jelen, és a versenyzők között is egyszerűen fogalmazva a menők jönnek le, és mérik össze tudásukat egymás között, és néhány helyi versenyző is beszáll ebbe. Ez egy jó lehetőség mindenkinek, aki itt van. Tehát 6 évvel ezelőtt történt az, hogy az Expert cégcsoport, az FPS Kft. Mint névadó szponzorok ezt eldöntötték, és beállt mellénk a Devóti Vitorlás ese, aki a szakmai hátteret biztosítja a rendezéshez. És ugye helyszínt is kellett találnunk, ez a legkedvesebb a szívünknek, a legnagyobb vízfelület miatt, ez a Helyőkeresztúrtól elérhető Debreceni tó, és itt pedig a Demeter Vitorlás Camping adta azt a fizikai hátteret, ahol, hogyha a felvételek is lesznek erről, látjátok, ahol könnyen elérhető ez a verseny, elférünk és egy kulturált hátteret biztosít a versenyzőknek. Sosem egyszerű szervezni és versenyezni. Valójában, hogyha nagyon szorosan veszem ezt a gondolatot, akkor nem lehet a kettőt egyszerű csinálni. Tehát ha valaki a vizen nincs 100%-ban ott, akkor nem fog jönni az az eredmény, amire egyébként képes a csapat. Az én társam Szentpéteri Zsolt, akivel most már lassan 20. éve együtt vitorlázunk, tehát gondolatainkat is ismerjük, hogy mit akar a másik. Kicsit régen voltunk vízen, de én azt gondolom, hogy van esélyünk az elején végezni, azzal együtt, hogy tényleg nagyon komoly, sokszoros magyar bajnokok vannak itt. Bár a magyar bajnokság megnyerésével azért mi is büszkélkedhetünk már, úgyhogy ebben nincs hiány itt ebben a mezőnyben. A mi tervünk az, hogy indulunk az Európa-bajnokságon. Én azt gondolom, hogy megfelelő versenyzéssel kényelmesen be tudunk jutni a kvalifikációban, abba a kontingensbe, ami a Magyarországi Európa Bajnokságon el tud indulni, mint magyar kontingens. Ehhez persze verseny kell, és a versenyen teljesíteni is kell, tehát ez egy verseny előtti mondás, a verseny után remélem kell korrigálni ezeket a mondatokat, de én azt gondolom, hogy esélyünk is van, és meg is akarjuk csinálni azt, hogy az Európa Bajnokságon magyar egységként el tudjunk indulni mi is. A versenyt szervező Deboti Ese indulói közül a nagyon erős mezőnyben Urbán Benedek Kaszacsótai Botond párosa a 11. helyen zárta a végül 4 futamból összeálló rangsort juniorként. A kalózhajó osztályt végül szintén juniorként Kovács Attila Muca Milán párosa nyerte, a finn flotta legjobbja pedig Székely Antal lett az Expert FPS vitorlás versenyen 2023-ban.